Привет всем! Mindenkit üdvözlök! С вами Magdolna, Önökkel Magdolna. Это видео я записала для продолжающих. Ezt a videót a haladók részére készítettem. В этом видео я изложу краткий рассказ на венгерском языке. Название моего видео – Бабушка Петра. Ebben a videóban egy rövid történetet mondok el magyar nyelven. A videóm címe – Péter nagymamája. Вы сможете практиковать прослушивание видео и понимание текста. Gyakorolni tudják a hanganyag hallgatást és a szövegértést. После прослушивания видео ответьте, пожалуйста, на задаваемые вопросы. A videó meghallgatása után kérem válaszoljanak a feltett kérdésekre. Вопросы будут на венгерском языке тоже. A kérdések szintén magyar nyelven lesznek. Ваши ответы вы сможете мне отправить для проверки в e-mail. A válaszaikat az e-mail címemre el tudják küldeni. Поехали! Péter nagymamája. Péter nagymamája már idős volt, gyakran unatkozott otthon. Az egyik nap nem akart otthon maradni, elindult otthonról, hogy meglátogassa a barátnőjét. Ment a járdán egyenesen pár száz métert, majd az úton átment a túloldalra. Be akart menni egy nagy házba. A barátnője ebben a házban az ötödik emeleten lakik. A nagymama már fáradt volt, mégsem a lifttel ment fel. Azt gondolta, kell a mozgás, ezért felment gyalog. A lépcsőn gyerekek jöttek le a földszintre. A játszótérre siettek. A három fiú hamarosan kiment a házból. Pár percet a ház előtt beszélgettek, és elindultak a játszótér felé. Közben a nagymama felért az ötödik emeletre. A barátnő ajtaja előtt megállt, kopogott és bement az ajtón. Ida az idős asszony barátnője nagyon megörült. Jaj, de örülök, hogy végre eljöttél hozzám. Mire kisült a rétes, éppen ide értél, mondta. A finom rétessel megkínálta, és sokáig beszélgettek. Már régen találkoztak. Ida, a barátnő, mesélt arról, hogy a házban nagy események történnek. A nagymama pedig mindezt elmesélte otthon. Lakik egy fiatal házaspár a negyedik emeleten. Azok két-három havonta összevesznek, utána kibékülnek. A feleség mindig visszamegy a férjhez, mesélte Ida. Érdekes, mondta a nagymama. Te, Ida, fontos az, hogy mindig kibékülnek. Megbeszélték még, hogy mikor mennek el kirándulni. Megittak egy kávét, azután Péter nagymamája elbúcsúzott a barátnőjétől, és elindult haza. Kérdések. Fiatal volt még Péter nagymamája? Hova indult el a nagymama az egyik nap? Hányadik emeleten lakik a nagymama barátnője? Hogy hívják a nagymama barátnőjét? Miért ment fel a nagymama gyalog az ötödik emeletre? Kik jöttek a lépcsőn lefelé vele szemben? Mivel kínálta meg a barátnő a nagymamát? Mit mesélt a fiatal házaspárról Ida a nagymamának? Mi volt a nagymama bölcs véleménye erről? Mielőtt a nagymama hazaindult volna, mit beszéltek meg? Ваши ответы вы сможете мне отправить для проверки в e-mail. Вот мой адрес электронной почты. Упражнение для запоминания и тренировки приставок. Какие приставки пропущены? Индульт. Látogassa, ment, akart menni, a lifttel ment, ment gyalog, jöttek a földszintre, ment a házból, indultak, ért, állt, ment, örült, jöttél, sült, értél, kínálta, mesélte, vesznek, békülnek, megy,
békülnek, beszélték, mennek, ittak, búcsúzott, indult. Надеюсь, что мое видео было полезным для вас. Рассказ и вопросы были понятными. Советую вам прослушать несколько раз текст. Внимательно прочитайте, пожалуйста, вопросы и попробуйте ответить на них. Запомните пропущенные приставки. И если вам это нравится, отправьте мне ответы. Спасибо за ваше внимание. До следующего видео. Всего вам наилучшего. Счастливо!